Idén is a kőtárba csalogatta az érdeklődőket az Intercize Múzeum csapata a múzeumok éjszakáján. A szakemberek érdekes foglalkozásokkal, játékokkal és ételkóstolóval készültek az érdeklődőknek. A szabadtéri rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára érdekes elfoglaltságot. Az ókori piknik után a szellem is táplálkozhatott, a kőtári sokadalom végén két előadásra invitálták az érdeklődőket. Előbb Buza Andrea tartott vetített képes előadást a római kor temetkezési szokásairól Káron Ladikján címmel, majd a Székelyek eredete címmel dr. Keszi Tamás előadása zárta az események sorát. Délután 5 órától vártuk már a családokat kézműves foglalkozásokkal, római fegyverpróbálásokkal, föl lehetett próbálni láncpáncélt, kardot, pajzsot, mindenfélét római játékokkal, és 7:30-kor kezdődött a tárlatvezetés, ami mindig nagyon népszerű, tehát meg lehet nézni ilyenkor a kőtárnak a jellegzetes köveit, a déli kaput, a római fürdőt, utána pedig következik a római ételkóstoló, egy kis római, tehát kicsit modernesített, de finom római ételeket, lencsét és köles desszertet lehet kóstolni, utána pedig két előadás következik, az egyik a temetkezési szokásokról, a másik pedig Keszi Tamásnak egy új kutatásáról, a székelyek eredetéről fog szólni. Az időjárás sokáig nem kedvezett a rendezvénynek, de végül minden összeállt. Hazajáró vendégek a kőtárban a hagyományőrzők is. Figur Zoltán és csapata hetente két alkalommal veszi birtokba gyakorlásként a helyszínt. Ők is várták a látogatókat, az íjászat mellett csatakeresztet is hajíthattak az érdeklődők. Mögöttem látható a hagyományőrző íjászat, amelyet ki lehet próbálni, illetve csatakereszt hajítással készültünk erre a múzeumok éjszakájára. Farkas Lajos igazgató elégedetten szemlélte az eseményeket, mindig örül, mikor fiatal látogatók vesznek részt a múzeum egy-egy programján. A kőtár egyébként az ő szívében is fontos helyet kapott. Szeretné azt is, ha jövőben még jobban ki lenne használva a terület. Én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a múzeum éjszakája itt legyen a kőtárban. Én idézőjelben használnám, hogy nincs úgy jól kihasználva a kőtár, és ez egy 4 hektáros területről van szó. Egyébként nagyon szeretik a dunai városiak, mert egy ilyen szabadságérzetük van, bejönnek ide, és akkor itt nyugodtan sétálhatnak, különféle programok vannak. Tehát úgy is állítottuk össze, hogy ez egy ilyen szabadtéri. Hát most elmondom őszintén, kicsit, hogy mondjam, féltem az időjárástól, mert ugye amikor 4 órakor kezdtünk ide kipakolni, akkor esett az eső. Na most, hogyha esik az eső, akkor szétver mindent, ez ilyen időjárás függvénye. Viszont így van neki értelme, meg a dunai városiak ezt szokták meg valahogy én is ezt szeretem. Délutántól kezdve egészen késő estig nagyon sokan látogattak el a kőtárba, és nem csak a fiatalok, hanem gyakorlatilag minden korosztály. Ez a szabadtéri program 2024-ben is nagy sikert aratott.